Az ötlet az még valamikor tavasszal született, és amikor együtt ültünk legutóbb egy megbeszélésen a gazdasági osztályal, a várossal, akkor előkerült egy jegyzett füzetből ez az ötlet, oké, mikor csináljuk meg, és akkor azt mondtuk, hogy egy ilyen friss nyári éjszakai program az elmegy nyáron is, és igazából mindegy volt, hogy mikor lesz, csak ez volt a lényeg, hogy tűzzük ki, tegyük ki a dátumot, mert különben ez halogatva lesz, jövőre lesz, nem tudjuk mikor lesz. Tehát igazából konkrét oka nem volt, ezt ki akartuk próbálni, azt hozzáteszem, hogy ez a rendezvény egy kísérlet, és ami nagyon érdekes, hogy ezt a kísérlethez mi 5 céget kerestünk, és egy picibe szerettük volna megcsinálni, hogy ez hogy mutat, hogy értékeli az utca embere, stb. És hát itt most több mint 34 cég van, ami elég érdekes, tehát egymásnak adták a kilincset, terjedt a pletyka, mindenki jönni akart, tehát ez egy elég nagyra nőtt kísérlet, ugyanakkor szeretnénk belőle tanulni, és biztos, hogy lesz ősszel is, ha jól működik, akkor tavasszal is, és így tovább, és így tovább. Ez egy civil kezdeményezés, 2 pécsi cégvezető fiatalember találta ki, és szerintem, amikor kitalálták, másnap megkerestek, hogy kamara mivel tud hozzájárulni, mivel csatlakozzon a projekthez. És akkor amihez a kamara általában hozzá tud járulni, szervezőerő, forrás, ugye itt milyen apróságokat megcsináltunk, cégeket párosítottuk a különböző vendéglátóhelyiségekkel, arculatot készítettünk, azokat nyomtattuk, közösségi médiát a kollégáim összeszervezték, az arculat mentén elkezdték a meghívásokat, illetve ennek az egész közösségi médiás szervezésnek az alapjait. De talán ennél fontosabb, hogy megmutassuk a helyi lakosoknak, hogy Pécsen milyen innovatív, fejlődő, nagyon jó vállalati kultúrával rendelkező cégek vannak, ahova érdemes visszajönni, hogyha akár valaki egyetemistaként mondjuk Budapestre menj Győrbe, és ott tervezi a jövőjét. Itt vannak azok a baranyai, pécsi cégek, akiknél érdemes elhelyezkedni. Azok a családi cégek, azok a kisebb multinacionális vállalatok, ahol karriert lehet építeni, ahol fejlődni lehet, és ahol ki lehet használni azt, amivel Pécs jár, ezt a gyönyörű természeti, épített környezetet, ezt a pezsgő egyetemi várost. Azt vettük észre, hogy ahhoz, hogy a gazdasági célok tudjanak teljesülni, vagy gazdaságilag tudjunk fejlődni, ahhoz rengeteg strukturális dolgot rendbe kell rakni. A gazdasági célod akkor lehet, vagy a cégnek akkor lehet gazdasági céljuk, ha minden más feltétel adott. Sajnos azt vettük észre, hogy ez nem így van. Tehát lehet ez infrastruktúra, lehet ez munkaerő, lehet ez képzés, lehet ez város és régiós marketing. A 4B-vel volt már 3-4 ilyen zárt körű rendezvényünk, ahol ezeket veséztük nagyon sok szempontból, hogy mik lehetnek, és igazából 2 pontra jutunk mindig vissza. Az egyik a város, illetve régiós marketing, amikor a cég nem csak magát marketingeli, hanem egy egész régiót vagy egy várost mutatunk be akár külföldön. Tehát hírét vinni annak, hogy mitől jó Pécs és mit tud Pécs, ez hiányzik, ebben biztosak vagyunk. És ami egy rázós terület, de mindenképpen foglalkozni kell vele, az az utánpótlás, a képzés, az új munkaerő, és ennek még van egy olyan ága is, ami az elvándorlással kapcsolatos. És sok 10 000 szakembert vesztettünk az elmúlt 10 évben, és őket is talán vissza lehetne csalogatni. Hogyan képzünk új munkaerőt, hogyan hívjuk vissza a régi embereinket Pécsre, ez az egyik fele, és a másik fele pedig az, hogy hírét vinni a régiónak, a városnak, hogy lássák, hogy itt mi zajlik, lássák, hogy mivel foglalkozunk. Én, ahogy egyesével járogatom végig a cégeket, akkor látom, hogy itt gyakorlatilag gyémántokon járunk, az egyik hidrogénhajót fejleszt, a másik különleges élelmiszereket, a harmadik, nem tudom, műholdas internetet. Tehát, hogy olyan cégek vannak, amiről senki nem tud, hogyha ezekről mindenki tudna, akkor itt maradna munkavállalónak, vagy akár ide jönne, és akkor azok a bizonyos gazdasági célok, azok igazából maguktól elindulnak és megvalósulnak. A mai rendezvény cél elsősorban az, hogy a pécsi cégek egy kicsit közelebb hozzák magukat szerintem a város közösségéhez. A Körbennek sem más a célja. Mi azért vagyunk itt, hogy akit érdekel a cég, akár hallgató, akár városlakó polgár, az jöjjön és beszélgessen velünk egyet kötetlenül. Szívesen megmutatjuk, hogy milyen pozícióink, milyen kompetenciáink vannak. Úgyhogy az elsődleges cél szerintem az, hogy megismerjük egymást még jobban. Egyébként olyan
40-50 nyitott pozíciónk van folyamatosan az év során, és a körben most egy portfólióváltásban van benne, folyamatban. A dohányipari gépgyártásból egy gyógyszeripari, csomagolóipari gépgyártásban, logisztikai gépgyártásban vagyunk érdekeltek, változunk. Ehhez egyébként új típusú kompetenciák is gyakran szükségesek, úgyhogy ilyen jellegű kollégákat keresünk. Gyártásközeli tudással, gyártásközeli mind kékgaléros, mind fehérgaléros kompetenciákkal. Mi 3 évtized ebben a városban dolgozunk, itt élünk, és kb. 2 évtizeddel ezelőtt döntöttünk úgy, hogy nem megyünk el ebből a városból, annak ellenére, hogy az ügyfeleink azok országosan és határon átívelő ügyfeleink vannak. Ez azt gondolom, hogy mutatja azt, hogy mennyire Pécsinek valljuk magunkat, ezzel együtt szeretnénk ezt azzal ötvözni, hogy ugyanúgy, ahogy Pécs nyit a világ felé, mi nyitunk Pécs felé. Cégként jelen vagyunk az országnak számos területén, de nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy akik itt ügyfeleink, akik itt partnereink, akik itt munkatársaink, egyre jobban megismerjük egymást, egyre színesebbé tudjuk azt tenni, hogy ez a város, ez pezsgő legyen gazdaságilag, emberek közti kommunikációt illetően, ezt tartjuk mi ebben fontosnak. Ennek a rendezvénynek, remélem, hogy rendezvénysorozatnak voltak nagyon masszív olyan ötletgazdái, akikhez ez kapcsolódik. Én azt hiszem, hogy az a hit, amit ők ebbe beletettek, meg beletesznek most is, biztos, hogy egy folytonosságot is feltételez. Meg ennek is van értelme, hiszen ezek a kapcsolatok tovább dolgoznak a jövőben. Most, aki még esetleg nem ismeri egymást, de kiderül, hogy igen, mert telefonon, meg egy Covid után találkoztunk már valahol, van kapcsolódás gazdasági, üzleti formában. Ezek a kapcsolatok nem feltétlenül itt, ilyen fórumon, de remélem, hogy itt is tovább tudnak majd élni. Számunkra a toborzás egy kicsit összetettebb terület, hiszen mi nem csak saját csapatunkba keresünk munkatársakat, hanem partnereinknek is biztosítunk munkaerőt. Ezen az estén egy hideg italral a kézben tudunk beszélgetni belföldi és külföldi munkalehetőségekről, gyakornoki vagy akár diákmunkapozíciókról. Nagyon fontos egyébként az is, hogy mi bízunk abban, hogy ezután az esemény után bárki bejön hozzánk bármikor, és tudunk neki egy megfelelő állás lehetőséget ajánlani, illetve segíteni neki az elhelyezkedésben. Szerencsésnek mondhatom ugye a cégcsoportunkat, hiszen már a legtöbb térségben lévő céggel együtt dolgozunk, de abba az irányba is szeretnénk menni, hogy tényleg minél több céggel együtt dolgozunk a jövőben is. Folyamatosan vannak nálunk nyitott pozíciók, ennek is az eredménye, hogy ezen a rendezvényen részt veszünk. Személyesen is találkozhatnak velünk. Én azt gondolom, hogy sokkal közelebb hozza őket a céghez, sokkal családiasabbnak tűnik, egész más, mint amikor személytelenül valaki bead egy önéletrajzot, mint hogy itt találkozik dolgozókkal. Itt nálunk raktáros kollégától varrónőig, értékesítési vezetőig, gazdasági igazgatóig, teljesen változó munkakörben vannak kollégák, pontosan azért, hogy lássák azt, hogy ez egy nagyon családias és egy nagyon jó kis csapat. Sok olyan pécsi cég van, akivel fuzionálunk, vagy akivel együtt dolgozunk, például alvállalkozók, dolgozunk marketingesekkel együtt, építészeknek adunk munkát, tehát sok-sok olyan pécsi cég van, akinek mi tudunk lehetőséget biztosítani. Hogyha nem is konkrétan a nyitott pozíciókkal hozza be a szerepét, de már az csak, hogy itt voltak a kollégák együtt, és egy csapatépítést tudtunk csinálni, és megismertünk amellett más cégeket is, szerintem biztos, hogy behozza az értékét, és természetesen várjuk a folytatását ennek a rendezvénynek, amikor talán nem lesz 40 fok. Legalább egy ilyen 100-200 érdeklődött várunk, korábban már voltunk ilyen eseményeken, ahol ez volt az a szám, amire most is számítunk, és legalább 10-15 pozíciót hirdetünk ma, mindenféle korcsoportnak, korosztálynak, mindenféle szinten, termelésen, pénzügyön, HR-en, stb. Úgy gondoljuk, hogy ez a kötetlen keret lehet egy olyan alkalom, amikor már nem akár egy komoly állásinterjún, kötött keretek között kell beszélnünk az aktuális jelöltekkel, hanem akár most egy kicsit tudunk együtt kocintani, beszélgetni, és ez akár teret adhat egy olyannak, hogy sokkal nyitottabb, kötöttenebb lehet a beszélgetés. A rendezvény az a
Egyébként is megrendezésre kerülő szakmai fórumokat, ugye Expon szokott kint ilyesmi lenni, vagy egy más cégnél van egy nyílt nap, tehát hogy ezek mind olyan helyen vannak, ami a civilek számára nem feltétlenül elérhető, vagy mondjuk azt mondja, hogy egy szombati napon nem az Expóra fogok kimenni, inkább bejövök a belvárosba és eszek valamit, és mi azt találtuk, hogy akkor mi cselesen elbújunk így 40 céggel a Király utcában, és amikor jön az esti tömeg, akkor találkozik velünk. Tehát én arra nem számítok, hogy pont emiatt a rendezvény miatt jönnek ide, akkor az volt a gondolatunk, hogy akik így is úgy is jönnek a Király utcába, azok majd egyszer csak cégeket fognak itt látni, és talán majd a második, harmadik, negyedik rendezvényre ez elterjed annyira, hogyha valaki hallja ezt, hogy cégek éjszakája, és kíváncsi amúgy a város gazdasági életére belülről, és ezt kötetlenül szeretné megnézni, akkor már tudni fogja, hogy oké, jövünk. Aztán még az is, hogy ezt országosan is másolni fogják előbb-utóbb, mert tök jó ötlet. Talán túl sokat beszélünk a problémákról, és nagyon keveset arról, amit nyújtani tudunk. Ideje megfordítani a kommunikációt is, és nem a rossz hírekkel, hanem a jó hírekkel bekerülni az országos médiában, meg a sajtóba. A rendezvénynek ez az egyik célja.